Most pedig nézzük, hogy hogyan kell roppantó gyűrűvel összeszerelni ezt az öt rétegű hőálló csövet. A szolár csapot azt ide fogom belőle elhelyezni, itt lehet majd szabályozni a napkollektorból bejövő melegvizet. A kintről a napkollektortól leszereltem, tehát ott a direkt bele lesz kötve, de ugye csak 40 liter víz tud így eltávozni, tehát ha bármi gond van, akkor sincs semmi probléma. Ezt a speciális a vízvezeték szerelő barátomtól kapott szerszámot használom hozzá. Jó, tehát ennyire egyszerű vele elvágni a csövet. A következő lépéshez szükség lesz egy úgynevezett kalibrálóra. Ez azért szükséges, mert a vágásnál természetesen eldeformálódik a csőnek a belső lumene, ezért van szükség, tehát kiválasztjuk a ehhez megfelelő, tehát a 20-as átmérőjű kalibrálót, beletoljuk, elég nehezen is megy bele. Ezen található egy nagyon szuper kis penge is, meg fogom mindjárt mutatni, tehát így megjáratjátok. Itt van a penge rész, ami szépen el fogja távolítani a felesleges a vágás, ha esetleg nem egyenes volt a vágás, akkor kiegyenesíti a széleket, és egyben kitágítja annyira a cső lumenét, amennyi szereléshez szükséges. És a roppantó gyűrű csatlakozó hollandarét helyezzük először fel a csőre, majd másodikként van ez a pici részgyűrű, ami kis karmok vannak benne. Ezt csavarhúzóval egy picit szétfeszítjük, így tudjuk mozgatni teljesen erő nélkül, és utána mehet bele ebbe az egészbe a roppantó gyűrű szigete, tehát ilyen gumigyűrűvel ellátott csatlakozója. Ezt teljesen koppanásig toljuk bele. Jó, kicsit hátra húzzuk a részgyűrűt, és beletesszük a, elcsavarjuk a hollandert is. Itt igazából nem szükséges szerintem Loctite-ot használunk szigetelésként, hiszen a benne lévő szigetelő gyűrűk, ógyűrűk fogják szigetelni a víz szivárgását. És akkor meghúzzuk kettő darab ilyen villás kulcs, vagy az általam oly nagyon szeretett francia kulcs segítségével.